Köszönöm, hogy szendvicset. Szabassuk. Olyan sok felé látunk, hogy bírod ezt a pörgést, kemény a logisztika? Nagyon sok minden van most egyébként az életünkben, és azt kell mondjam, hogy egészen jól bírom. Nyilván a Darinka nélkül nem menne, mert ő az, aki összerakosgatja szépen a kis puzzle darabokat, hogy hova kell és mikor kell odaérnem, mert hogyha rajta múlik, akkor biztos összekutyulok mindent és el fogunk készülni mindenhonnan, és ki fog maradni valami. Volt már erre példa egyébként. Utóbbi időben nagyon figyelünk arra, hogy töltsünk több időt együtt, és hogy az együtt töltött idő az tényleg minőségi idő legyen, mert az utóbbi években azt tapasztaltuk, hogy igazából annak van igazán értéke. Tehát, hogy az együtt töltött idő az, amit nem lehet utána bepotolni, és az elmegy. És az kiindulhatunk onnan is, hogy a kislányom most már lassan 11 éves, látom azt, hogy nagyon gyorsan pörögnek az események, nagyon gyorsan elmennek azok az évek, és szeretném ezeket jobban megélni, mint korábban, mert nyilván az ember berántja a mókuskerék, dolgozik, és vannak tervek, hogy majd egyszer elmegyünk ide, egyszer elmegyünk oda, majd milyen jó lenne ezt meg ezt kipróbálni, és aztán meg azon kapod magad 5-10 év múlva, hogy hú, elment nagyon sok idő, és még mindig nem tartunk ott, amit elterveztünk, úgyhogy ezt egy picit megfordítottuk ezt az egészet, és azóta próbálunk úgy élni, hogy legyenek meg a kitűzött célok, azok az élmények, azok az utazások, vagy legyenek ezek egészen pici élményektől a nagyokig, merjünk álmodni, és hogy minden más megpróbálj meg e köré szervezni, ne pedig fordítva, hogy eddig volt. Szerintem nagyon fontos, hogy minden nap legyen legalább egy vagy két olyan kis pillanat, ami értékes, minőségi pillanat, és ez igaz az étkezésre akár, mert tényleg mondani szokták, hogy az vagy, amit megeszel, és tényleg nagyon fontos, hogy az ember ne csak azért tegyen, hogy létezzen, hanem próbáljon meg valamilyen szinten odafigyelni arra is, hogy milyen minőségben teszi mindezt. Ha akár otthon eszünk, vagy akár elmegyünk valahová, kettesben, hármasban, azért figyelünk arra, hogy olyan helyet találjunk, ahol minőségi kaját tudunk enni, és hogyha akár otthon főzicskézünk, akkor is szeretünk új dolgokat, új ízeket beépíteni, és próbálunk az újítások felé is mindig nyitottak lenni, mert szerintem annyi féleképpen lehet étkezni, viszont az ember kicsit tudatosabban teszi mindezt, akkor nagyon meghálálja akár a szervezetünk is. És a tudatos étkezésben mik azok az ízek, amik a kedvenceid? Nagyon-nagyon szeretem az olasz kaját, az olasz konyha az nagy kedvenc. Nyilván általában rohan az ember mindig, és nem mindig tudsz leülni egy meleg ételt megenni, de a szendvics az a másik, aminek nem lehet ellenállni, és azért a szendvics sem feltétlenül egy ilyen uncsi kaja, mert lehet ezt úgy csinálni, és olyan dolgokat belepakolni, amitől teljesen új élmény lesz részed, és például ezek a fajta szendvicseket, ezeket imádom, ami tépet húsos, azt érzem, hogy az én szervezetemnek szüksége van a húsra, és ha már húsok, akkor én ezt a sovány sonkát szeretem, ami ilyen színhús, a zsírosabbat annyira nem, kivéve, hogy a grill, mert a grillnél jöhet bármi is. Úgyhogy nálam egy jó szendvicsel azért le lehet venni a lábamról simán.